Szóba hozható. Bob és Bobék Orkestra sokat fognak ma szerepelni, de ma Kristóf megígérte, hogy többet nem fog énekelni, úgyhogy ezt számon kérjük majd tőle. Röviden, mivel ez már a második programunk, ami nem összekeverhető az előző workshoppal, ugye? Úgyhogy megint elmondom azt, hogy ez a Nekem nem mindegynek a záró programja. A Norvég Civil Alap, a Világháló Irodalmi Alapítvány és a Literának a közös egész éves irodalmi országos kampánya. Ezt most azért bővebben nem fogom elmondani, hiszen tudjátok. És rögtön belevágunk, mint egy rendes díjátadón, mindenféle nagy monológok nélkül az első kategóriába. Úgyhogy megkérem szépen, hogy Mészáros Péter, Barcsai László és Kövér András Kövér jön ki.
utóbbi nem fog kijönni, azt elárulom, de eláruljuk a délalföldi szlem győzteseket, és a szlem győztest, bocsánat, és az Észak-Magyarországit, meg a Dél-Dunántúlit is. Gyertek nyugodtan fel a színpad, ez a színpad körülöttem. Ez a színpad körülöttem, ők egy másik színpadot alkotnak. És nem én vagyok a mikrofon elment, tehát ne engem kerülgessétek, hanem álljatok ide. Oda álljatok. Ide nyugodtan. Jó, megvan szervezve, ez is volt, nem is. Akkor a kövisszavegét én mondom? Na, azt írtam erre, hogy 6000 karakter legyen minimum. 14000-et írtam. Kézzel az Oscar kocsiban, igen, idefele. Más dolgokat is csinálok, bocsi. Na, jó, de ezt így felolvasom. Szövegeiben már korábban is kedveltem jól használt nyelvi leleményét, a kreatív szövegalkotást, amely ugye egy jó szlám jellemzője. Emellett a színpadi jelenléte fogott meg. Jól kihasználja karaktere sajátosságait, kellően magabiztos és adott esetben remek rögtönző, spontán előadói tehetség. Nem véletlenül kacsingat a színház felé. Szeretem még, hogy nem a közönség előtt, hanem a közönségnek szlemmel bevonja őket. Ez fontos, de ugyanakkor kockázatos is, modorossá válhat. Ő azonban ezt még érzésem szerint nem csinálta. Gondolok itt olyan versenyekre, amiket itt nem mindenki látott, csak a miskolciak talán, ugye? Például, amikor egy képzeletbeli kerítésen átmászva jön fel a színpadra, és becsukatja a nézők szemét, hogy senkit ne zavarjon a bőre színe. Vagy az a 10 perccel a második kör előtt megjött szövege, ahol menő pimassággal lopta el a sót a nagyok elől, és egyszerre üvölt 200 ember a kézjelére, hogy Afferin, pedig azt a filmet nem is látták. És ő még csak tegnap lett 18. A társadalmi problémák iránti érzékenysége ugyanígy korábban is jelen volt. Úgy érzem, ez a program tematikus versenyeire írt szövegeiben élesedett ki. Azonban nem csak a versenyeredmények alapján választottam őt a régió legjobb slammerének. Egyrészt a rasszizmus forduló és az egész őszi időszak alatt tanúsított hozzáállása, az iskolákban tartott workshopok, rendhagyó irodalom órákon való részvétele, amit ezúttal is nagyon köszönök, hogy itt voltál velünk végig, és segítettél, majd pár sört még megiszunk. Másrészt pedig azért, mert úgy látom, úgy hallom, hogy a közösségébe, illetve az iskolájába őre odafigyelnek, és úgy érzem, hogy ezekben az időkben, amikor itt ezek az értékek, amiket mi dolgozunk, azok így folyamatosan csorbulnak, jó egy ilyen beépített ember a fiatal között. Úgyhogy az én beépített emberemnek kérek egy nagyon nagy tapsot. Tartson ki a taps, mi kér, ő nem más, mint Bayer Péter! Úgy van, a forgatókönyvbe az van írva, hogy átadás bohoz segítség, mert hozzám kérek könyveket, nem baj, ott vannak mögött. De. Elnézést, üljön vissza, de én vagyok a rendező, nem vagyok a műsorvezető, ide nekem azon írva, hogy csak fáradják ki. Szeretnél néhány szót szólni ezek után, hogy itt egy ilyen zavar történt az erőben? Mert marad itt kint, odaállja a színpad egy közelebbi pontjához. Elnézést, hogy a Laci átvette az uralmat a színpad felett. De most már sikerült neked teljesen elbújnod. Nem, egy tapsot adjunk neki, mert a... Bravo! Most te jössz. Akkor én is csak a legvégén mondom el a... Így jó, így fényben király vagyok. Jó, én is csak akkor a legvégén mondom el a nevét. Én nem írtam napból, van a fejembe a cucc. Egy olyan embert ismerhettem meg a Nekem Nem Minden program kapcsán, aki azóta is töretlen lelkesedéssel segít nekem, és elmondhatom, hogy egy barátra találtam. Nagyon jó barátra találtam. Van egy olyan kisugárzása, amikor a színpadon van, hogy oda kell figyelni rá, egy olyan öblös hangja van. Amit én nagyon szeretek a szlem, hogyha valakinek olyan öblös, erős hangja van, hogy arra muszáj figyelni. És mellesleg
időt, energiát nem kímélve segített abban, hogy a Szegedi Nekem Nem Mindegy projekt ilyen színvonalasan tudjon működni, és több száz embert vonzott be. Minden egyes alkalommal voltunk már az Ifjúsági Házba, a Hungiba, a rengeteg helyen, sőt, még a majsai iskolájukba is eljutottunk Bobbal, és megismerhettük az osztálytársait, és el kell, hogy mondjam, hogy nagyon köszönöm szépen, hogy vele dolgozhattam, és nagyon köszönöm szépen, hogy a Nekem Nem Mindegy megteremtette azt a lehetőséget, hogy vele tudom továbbra is szervezni a Snappari Szegedet. Ő nem más, mint Kis Dánián, szeretnék én egy hatalmas kicsit. Szólalok meg, aki egy levelet küldött. Dávid, a Nekem Nem Mindegy esemény sorozat minden állomásán meggyőző produkciókkal állt színpadra, és alkalomról alkalomra bizonyította, hogy a fejlődésre képes és elszánt. A zsűritől kapott pontszámai alapján már az első három versenyen kimagasló eredményeket ért el, a dobogóra csak az időkeret túllépése miatt nem fért fel, mert a sűrítéssel ekkor még gondjai akadtak. A negyedik versenyen, illetve a regionális záróeseményen a szövegeit a slam szabályoknak megfelelően tömörebbre szabta, így megérdemelten nyerte ezeket a versenyeket. Az előadásainak kivitelezése is tökéletesedett, a verseit papír nélkül, fejből, de leginkább szívből mondta el, átütő, intenzív színpadi jelenléttel, igazi átéléssel. A megadott témákhoz bátran nyúlt hozzá, összhangba hozta az aktuális eseményekről való utalásokat az időtálló következtetések megfogalmazásával. Szövegei formailag is gazdagodtak, például az időmértékes verselést is ügyesen összeegyeztette a szlenggel. Nem tartózkodott a trágár kifejezésektől, mégsem süllyedt öncélú káromkodás szintjére, nagyon is fontos szerepe volt a szókimondásnak a figyelem megtartásában. A versenyből ítélve jellemző rá az élénk külső és belső figyelem, az őt körbevevő világot érdeklődéssel szemléli, a tapasztalatait, illetve azok által benne kiváltott érzéseket igyekszik értelmezni, és ezeket a versenyben szintézissé emelni. A kritikai gondolkodásnál a nyitottsággal párosul, határozott a véleménye, sok helyen mégis meglepően árnyal, ezáltal szerintem beteljesítette a Nekem Nem Mindegy program legfontosabb célkitűzéseit. Slammerként megállja a helyét bárhol, én bedobnám akármilyen mély vízbe, mindenféle mentő nélkül, biztos vagyok benne, hogy nem süllyedne el. Ezt írta Kövi, ez a kis látható. A Dél-Dunán Kövi. Gratulálok, és egy külső és belső figyelmet utassál létsz, és a közönség felé. A következő pontként most megkérem akkor a Bob egészíts ki létszves a mentor kollégákat és az ajándékcsomagokat. Mi? Családilag oldják meg. Bocsánat, természetesen ez nem pontosan úgy volt, ahogy megbeszéltük. A Slam Poetry Budapest közreműködésében és támogatásával kapjuk adjuk át az ajándékcsomagot. Vég Fuzsi az oszlop mögötten, hát gyere föl a színpadra, Fuzsi, megérdemled a tapsot te is, és adjátok át az ajándékot. Szerkesztőtársaim ezt leegyeztették-e, de hogy ti most előadtok egy-egy slam szöveget. Igaz? Szuper! Annyira féltem a mai program után, hogy... mikrofonálványt szeretnétek? Mert kaphattok.
tudtam. Ez a baj, hogy ilyenkor szokott a reklámszünet lenni az Oscar díjátadón, mert amikor elmegy Hugh Jackman a köszönőbeszédéért, gyere, akkor te vagy az első, szuper. Állvány szeretnél, vagy kész? Akkor, ahogy elhangzott Laci túlzásokkal telített beszédében rólam, szeretem, hogyha bevonlak titeket, de most csak annyit kérek, hogy csukjátok be a szemeteket. És asszociáljatok. Sötét vagyok. Felhős közvilágítás kiégős éjszaka, amelyben a kamu romantikus élményeidet fialtad, sötét. Amilyenben nem találsz fényt, akárhova bámulsz, benned nincsen világosság. Olyan sötét vagyok, mint a Rottweiler-et szőre, ami előlem őrzi házadat. Én vagyok a szobád magánya áramszünetkor. Én vagyok az árnyékod, amikor nem vagy önmagad árnyéka. A terror vagyok. A félelmed megtestesülése vagyok csak azért, mert sötét vagyok. Én vagyok a támvörös kis sajok ruhái. Az, amit a vécékagylóban hagysz, rosszul az egyenezett fasz. Ellenem vagy, de nem bírnád ki, hogy ne igyál meg minden reggel, mert azt hiszed, hogy felkelsz tőlem. A Smart TV-t képernyője vagyok akkor, amikor nem nézed a szarabbnál szarabb műsorokat. A színemről flasheled be a szűk ánuszokat, bika vagy, csak neked nem a vörös, hanem a sötét. A csizmád színe vagyok, amikor a fideszes rendezvényeket népművészet ifjú mesterét játszol, közben azt sem tudod, hogy mi a különbség mezőség és mezőföld között. Az én színem pedig csak megragadt valahol a Pluto és a Föld között. Én vagyok a pupillád, ezért nem látsz, vagy csak nem is nézel semminek, vagy általam látsz, ez az én utópiám elmélet. Az elfogadásod csupán elvélet, én vagyok a kukájzacskó, dobjam be magamba. Bizonyos fizika szerint nem az egyszerű sötétség vagyok, hanem a minden szín összessége, de te ezt sem hiszed el, mert te jobban értesz hozzá. Stephen King-esített változata vagyok az életnek, természet feletti vagyok. Vámpír, csak nem olyan szép, mint ahogy a filmekben látod. Életem az életem bungee jumpingolva, de te úgy csak bungee judgingolsz. Látod, milyen erős a sötét? Vagy te nem látod a Star Wars-t? Vagy rosszul értetted? Sötét vagyok, mint a bronzi vagy az olasziszkai éjszaka, amit Kölcseinek csak a fél szeme lát, mert hát te vagy Kölcsein, hogy lehetnék olyan nagy, mikor se piros, se fehér, se zöld nem vagyok, csak a sötét. Egy büdös tél vagyok a nyaradban, én vagyok az oka, hogy a karácsonyod nem fehér, mert én sötét vagyok. Nem világos, hogy miért ne lehetnék világos. Lehet azért, mert sötét vagyok. Akármilyen fényben állok veled szembe, akkor is az maradok. Inkább lennék átlátszó, mint állandó, sötét, láthatatlanként el sem találna a sörét. Táncolnék színes, buzis lufik között feltűnően egy kivilágított színpadon. Akkor is, úgyis csak egyet látnál, ez itt kurva sötét. Akkor most ki a sötét? Én? Este van, kiki nyugalomba, csendben bólingat az emberi faj sorsa. Zúg a szó, neki megy a falnak, belerömeg a rendszer, azután elhallgat. Te is hallod a csendet? Én sem. Hogyan is lehetnék most csendben? Ja igen, persze minden rendben. Minden egyes kimondott hazug morféme egy 20-adjára átcímkézett portéka a valóság boltjában. Bocs, egy kihosszólás szabadságot kérek. Ja, hogy az most nincsen? Elfogyott. Most keresd mást, ha találsz, mint az öreg halász tenger nélkül, olyan a beszélő szólás szabadság nélkül, és ha ez most kevés, ne ért be ennyivel, van még a papír alján hely, odaír valamit, amit érdemes olvasni, ha vállalod, hogy gondolatoddal más gondolatait formálhatod, mert ez felelősség, és legyél tetre kész, ha rögtön nem is öreg halász, legyél tengerész, mert van mit csiszolni. Szárazföldön, tengeren egyaránt, ne támogasd a szuicid agyhalát, agyhálát! Hogy gond számodra a gondolatok szabadságának kérdése, ha nem mindegy, hogy ezeket a szavakat magadtól mondod, vagy kérésre. A sötétség némaságba taszít, ahol helyetted beszélnek, én nem akarok csendben lenni, akkor sem, ha ez számít erénynek. A szónak szabadnak kell lenni, ez szabad szabadság, szívre szív, számra szabad szó szállni, vágy, álom. Nem csak 3 percnyi szabadság az ideál. Ha beszélni tudnál, te milyen világot alkotnál magadnak? Én mondjuk tüzet gyújtanék a sötétség csendjében, a zsebemben van még gyufa, meg a maradék reményem. Köszönöm szépen. És kis Dániel.
Ez még az idő túlépős és trágárkodós korszakomban volt, úgyhogy... Az ülőkét szinte mindig lehajtva hagyom, ezért szinte mindig leviselom. A nőket majdnem mindig előre engedem, de csak hogy a següket nézzem. Isten megteremtette Ádámot, majd így szólt. Tudok én jobbat is. Pénz számolva, asszony verve az igazi. A nők nem tudnak vezetni, a férfiak nem tudnak főzni. A nők utálják a focit, de a focisták olyan helyesek. A férfiak utálják Katy Perryt, de azért basznák. A nők uráké készülődnek, ezért mindenhonnan elkésnek, a férfiak igénytelenek, ezért mindenhova odaérnek. Bár manapság vannak srácok, akik borotválják a lelkukat, és mélyebben van kivágva a pólójuk, mint azoknak a lányoknak, akiket szó nélkül lekurváz a többi lány. Eddig korrekt voltam? A nő dolga, hogy főzzön, mosson, takarítson, szüljön, és neveljen gyereket, mondjon le a karrieréről, és maradjon nő, de úgy, hogy már asszony. A férfi dolga, hogy pénzt keressen, vigyázzon a családra, domináljon, csináljon gyereket, vegye ki a részét a neveléséből, és legyen férfi, amolyan frappány, szűkszagú, dolgos ember. A proli a putriban, a búzsúly a palotában veri a feleségét. Egymás köré csomozott sorsok, simára kupott kapcsolatok. Együtt töltött emberöltő gyalázta a nőiesség emlékének fájdalma ad fényt a szemének. Te meg festesz magadnak. És úgy pislogsz arra, aki nem, hogy 30 év, de 2 hónap múlva elkeni rajtad, és más árnyalatokba színezi a szemed alját. Pipere márkák, sminktelen mátkák. El tudsz-e olyat képzelni? A smink, mint olyan lassan társadalmi elvárás, a lenni jobb esküvői divat a válás, és a családon belül erőszak a vállók, mindegy, akkor az anyagi helyzet, a bőrszín, a vallás, nincs társadalmi réteghez kötve az agresszió. A pénz vagy annak hiánya nem adhat olyanokat, hogy a pofon kiárna. Nagyon hamar megfogadtad, hogy soha nem lesz olyan, mint apád, de hiába, mert főzni, mosni, vasalni, a szarból kivakarni, tűrni és kussolni, a háttérben maradni, a nő dolga maradt. Mert biológiailag alkalmatlanok az irányításra, kizárólag a mellékszerepek betöltésért vannak. Amelyik nem így gondolja, az leszbikus vagy feminista. Feminista csak abból lesz, aki gyerekkorában nem erőszakolt meg elégszer az apja. És ha olyan dolog történik egy nővel, amit nem akar, hát akkor bizony tehet róla. Ha meg betöltötte a 14-et különben, és ki a faszt érdekel. Az igazi férfi minden nap megveri a feleségét, még ha nem is tudja miért. Az asszony majd tudni fogja. Ha sót van a főzte frigid, ha sós megcsal. A tetlegesség ritka. Minden ötödik nő tapasztalja, de ez csak statisztika, ami viszont sokaknak egy több éves párkapcsolat felejárója. A klitorisz mítosz is csak a pornóipar műve, a nők nem éreznek semmit. Van a szteroidoktól elbújtult impotens analfabéta hím, aki a beteges birtoklási vágyat és a szexuális elfolytásoktól nyírkos tenyérre ülti az asszonyt, mert máshogy nem tud kicsikarni belőle artikuláltan hangokat. A tiszteletteljes férfiasságot a tiszteletteljes hiánya adta, ahogy a férfiasságot tiszteletteljes hiányát és a tiszteletteljes hiánya adja. A pártitkári, taktikai, etikai elitadakulat azt sugallja, hogy Mária országában egy nőben maximum az éppen sarjadzó fiúgyermek az érték. Az várja el tőled, hogy szülj, aki a 8 gyerekes szigeny cigja. Nem tiltja be, csak lassan kitalálja, hogy abortuszra 3 év a várólista. Innentől kezdve a vakkomondor is látja, hogy nem úgy értem, ha azt mondom, hogy a kurva anyád. De innentől kezdve jó van, ha tudnád hol a határ. Asszonyra nem tanúsít az tiszteletet, pedig illene. Ha másért nem is, hát azért, mert akkor a sarkokon jár, mint a faszod. Pedig nem egy repett sarkú, sőt, mondhatni konzervatív keresse a konszolidált alternatív ideált odaállt fajtája ellentétes pólusán, ahol a legfekszerű vonzás alatt rájössz, hogy semmi nem jogosít rá, hogy állj felette bosszút, amiért azt hitted, hogy igen. Ott is, ahol amúgy hinni kéne, és ott is, ahol a remény hat meg utoljára. De mikor én a pofonok csattanulja, na akkor jössz rá, hogy pénz nélkül szar. De egy nő közönye még szarabb. A pénzzel mindegy mi van. Asszony, ne gövelne be jó. Téged kellett volna küldeni a Kovács Ákos koncertre, amikor leszek meg a telefon hirdetéseket. És hát szokás szerint most egy tökélet az a mikrofon teljesen. Thank you.
bazilál, fények könyv sor a leppen, sóhajom árva madár, mihez áll, s elpihen édes öletben, tárt kebelemben reszket a kót, érted szemmel a Jancsibuszt. Sösvény, egy haj fürtöd nékem még, sok sebemet bekötözném, hullafűrész borsorvad a kót, meghal érted a Jancsibuszt. Minden beküldött alkotásért járt egy pont, illetve a beküldött alkotások közül minden egyes fordulóban kiválasztottuk a szakmai zsűri kiválasztotta a legjobb tízeket. Ezt a mentoroknak elküldtük, ők véleményezték, javaslatokat írtak hozzá, ezt visszaküldték, illetve minden egyes alkotó látta a saját alkotása alatt megjelent mentori hozzászólást, ez alapján átíratták, és így a mentori véleményezések után is a szakmai zsűri a mentorokkal közösen pontozta az alkotásokat, és így születtek pontok minden egyes fordulóban, illetve minden egyes fordulónak voltak győztesei. Most lezajlott három forduló, ugye az erőszak, szólásszabadság, erőszak, rasszizmus, kirekesztés témákban, és az így kialakult pontok alapján hirdetünk most régiós győzteseket. Ehhez szeretném kihívni a mentorokat, Rács Zsuzsát, illetve Keresztesi Józsefet. Gracsó Krisztián, mint említettük, és most akkor a jelenlévő mentorok régióiból szeretném bejelenteni az első helyezetteket. Kezdjük a Zsuzsával. Észak-Magyarországi régió első helyezettje lett Nagy Mátyás. Mentora volt, ott pedig az első helyezett Vilmos Noémi lett, Gyereki Noémi. És Gyecső Krisztián a Délalföldi régió mentora volt, ott pedig az első helyezett Szendi Szonya lett. Illetve a mentoros mondanak egy-két mondatot, szót. Sziasztok! Tehát
az észak-magyarországi régió fődíjasa, Nagy Mátyás. Annyira izgultam, amikor ideig eljutottunk, hogy eredményhirdetés, hogy nehogy ugye a tesódat mondja. Nem tudom, hogy ezt egy tízes skálán hányszor szoktak benneteket összekeverni. 11-szer, igen, gondoltam, úgyhogy most nagyon fogok koncentrálni. És a laudációt rövidre fogom, hogy a többieknek is jusson idő és tér. A Mátyás. Hogy azt szeretném rám nézni. Hogy nagyon-nagyon-nagyon gratulálok, és hogy milyen meg is puszilak. De hogy azt szeretném elmondani, hogy ha én elképzelek egy író embert, akkor azt úgy képzelem el, mint téged. Mert hogy a táborban is láttam, meg mesélték is a legendákat rólad, hogy teljesen mindegy, hogy milyen papírral előtted, látod, hogy ez nagyon idegesítő lehet, azonnal abba hagyom a többes számot, hogy bármilyen papír kerül eléd, azonnal elkezdesz írni, és ontod magadból a történeteket. Azt hiszem, oldalszámra a legtöbbet tőled olvastam, mert hál' Istennek ezek nem is feltétlenül rövid írások, amiket ti írtak. Ne haragudjatok, tényleg nem, mert úgy mindig együtt gondolok rátok. Talán ezt megbocsátjátok nekem, hogy ez csak így megy nekem. De itt abszolút a te érdemeidről van szó. Nagyon sok szép megfogalmazás elhangzott már a SLAM győztesek méltatásakor. A kritikai gondolkodás, a társadalmi érzékenység, és még sok-sok patetikus mondatot tudnék mondani, de igazából azt hiszem az a legfontosabb, hogy én a te történetedet, nekem a kedvencem az a Jereváni gyertyák volt, nem tudom, hogy olvasta-e valaki, az gyakorlatilag, én ezt írtam is neked még a mentori szövegemben, hogy az egy regény folyamnak a kezdete, vagy a felvázolása. Én nagyon szeretném, hogyha ebből kinőne egy valódi regény, és nagyon nehéz úgy létrehozni egy történetet, hogy szerintem, hogy stimmeljenek benne a karakterek, hogy elképzelhetőek legyenek, hogy gazdagok legyenek, hogy élettel teliek legyenek, közben legyen egy jó cselekménye. Ez történik a Jereváni gyertyákban, egy örmény, nagyon-nagyon szegény örmény településre van elhelyezve az összes szereplő, és ott sokféleképpen szenvednek, leginkább szotyoláznak, ez a létezésüknek a központi eleme. De szerintem az még nehezebb, az egy igazi mestermunka, amit abban a művedben is képes voltál megcsinálni, hogy a történés szintjéről sikerült elemelned, és ezt minden írásodban megcsináltad, hogy a történés szintjéről sikerült elemelned ezt az egészet, tehát a cselekmény, érthető azzal együtt, hogy van egy nagyon erős társadalom kritikai áthallása az egész szövegnek, tehát egy ilyen intertextuális szöveg, ha úgy tetszik, egy dupla fenekű, sok fenekű szöveg, ami nagyon jól használható a mai magyar viszonyok megértésére úgy, hogy közben nem akar belterjes lenni, nem akar többnek mutatkozni annál, ami, és én azt gondolom, hogy ez az egyik legnehezebb módja a történetmesélésnek, hogy úgy mesélj el egy izgalmas történetet, hogy közben ott legyél benne te is, és megfogalmazd azt, amit te épp aktuálisan, illetve nem csak aktuálisan, mert ebben áll aztán szerintem a legnagyobb mesterségbeli tudás, hogy nem csak aktuálisan, hanem egy attitűdre, egy népre, egy társadalomra tudj vonatkoztatni, és abban, és ez a legfontosabb, föl tud ismerni saját magadat, a saját viselkedésedet, a saját gondolkodásmódodat, és szerintem te ezt tetted meg a Jereváni gyertyákba, úgyhogy én szívből kívánom és várom, hogy ez minél hamarabb olvasható legyen, teljes terjedelmében, de szerintem állj meg egy ilyen 500 ezer karakternél, ez már egy ilyen vastag könyv. Úgyhogy nagyon gratulálok. Most én még rövidebb leszek.
Nem sokára megjelenik egy e-book, amely a Élet és Irodalomnak az Irodalmi Kvartett beszélgetését gyűjti össze. Minden ilyen beszélgetés úgy kezdődött, én is részt vettem két beszélgetés folyamon, hogy pontokat kellett adni a megjelent könyvekre, és általában minden beszélgetőtárs leszögezte, hogy milyen hülyeség ez a pontozás, vagy milyen nehéz, hiszen azt szögezték le, hogy igazából irodalmi vagy szellemi alkotásokat pontozással nem nagyon lehet összemérni egymással. Egy irodalmi alkotásra szerintem annyi pontot lehet adni, ahhoz képest lehet pontot adni, amit maga az alkotás felajánl. Tehát minden alkotás felajánl egy választást, vagy felajánlja magát, hogy hogyan olvassuk, és ehhez képest lehet sikerültnek vagy sikerületlennek állítani. Ugye a Noémi kapta a legtöbb pontot a három forduló során, és hogyha utána, én nem tudok utána járni, én egy pontozó voltam a sok közül, ha utána kéne járni, hogy miért, akkor én arra tippelnék, hogy azért, mert az ő munkái megpróbáltak az irodalommal, mint formával is kezdeni valamit. Ugye ő verseket, vagy szlemeket, vagy rímes szövegeket írt, és egyrészt magukra a rímes, vagy lirai szövegekre a szlem eléggé begyűrűzött rájuk, hogyha lehet így mondani. Tehát mondjuk 10 szövegből 9 az biztos, hogy szlem volt. A Noém is azzal kezdte, viszont ő elkezdett formában gondolkodni. A második fordulóban például verses, vagy párrímes hexametereket írt, szintén egy szlem szöveg volt, a hexametereket. A harmadikat pedig a himnuszra kezdte finoman ráírni. Tehát elkezdett abban az irányban gondolkodni, hogy a vers mindig egy olyanféle formai kihívás vagy követelményt állít maga elé. Szerintem, hogyha valamiben különleges volt, akkor ez az egyik fontos pont, mert az ő munkái kitűntek a többi közül. A másik pedig szerintem az erős humora és az erős rím technikája, tehát több szótagos, több szavas rímekkel játszott, ami egy rendkívüli lendületet adott a szövegeinek. Röviden ennyit mondanék, és gratulálok a díjazottnak. Nem is Gretschow Krisztián magyar hangjaként, aki a betegágyából küldte ezt az utolsó SMS-t, mielőtt lemerült volna a telefonja is. Innentől idézett. Szonya a magányos kisfiú énekével lett az egyik fő kedvencem. Tisztán lát és beszél, kegyetlenül őszinte, mégsem sajnálja magát, a szöveg torokszorító, mégsem szépelgő. Szívből gratulálok, zárója 3 felkeltője, és bocsánat, hogy ezt nem tudtam bővebben és személyesen elmondani. Itt egyébként úgy képzelme, hogy így megszakad az adás egy kicsit, és akkor helyette én gratulálok. Átadja a fantasztikus ajándékcsomagot. És akkor a Berenkát adom a szót, ha már ide jön. Ez az én forgatok. Szóval most szerintem én most így kihívnám a második, harmadik helyezetteket is, hogy így együtt legyünk. Fölolvasnak majd. Jó, a Dél-Alföldi régió második helyezettje Farkas Eszter lett. A harmadik helyezett pedig Gyurgyós Zoé. Az Észak-Magyarországi régió második helyezettje Bársony Zsanett lett. Nagy Máté. A Dél-Zelenszondi régió második helyezette Veres Rebeka lett, és a harmadik helyezette
nagy közös tapsol, akkor arra kérek mindenki, hogy miközben ti tapsoltok, a győztesek ugye felolvasnak most, úgyhogy ezt próbáljuk meg egyszerre. Ne, ők tapsolnak, ti keresitek a szöveget, amit felolvastok. Taps! Keresitek a szöveget, és... Csak először megtalálja a szöveget, a győztesek közül, az rögtön kiesett. Addig elmondom azt, hogy egyébként nagyon jó az, hogy a Zsuzsa az többes számban beszél rólatok, mert az én Ducsim, aki a sarokban rejtettem el, ez a legjobb dolog, mert mindig, amikor valami rossz történik a világban, akkor azzal vele őt keresik meg, és őt támadják meg. Amikor valami jó dolog történik, akkor meg engem szoktak felhívni, úgyhogy ezt szerintem ezt használjátok ki maximálisan. Én például már adtam el Krasznorkai László képet, mintha az enyém lenne. Úgyhogy szerintem erre menjetek rá. Gyere, nyugodtan. Ugyan be. Szóval a legutolsó fordulós a mű. Tigrahajító címben. Vesztenek a kirekesztők. Kavarodás, egy nagy kerítés. Mögöttük talpig feketében a rendfenntartók, mint halálnak angyalai. Reményvesztett tömeg, akinek csak egyetlen jelszó maradt rezignáltságában. Tarik szorosan tartotta maga mellett Rimát, a feleségét, akinek szoknyája szélébe kislányuk, amira fogóckodott minden elejét bevetve. A tömeg éppen át akart törni a kerítésen, de a határt védők ezt egyértelműen akadályozták. Olyan volt ez, mint egy háború, csak lőpor nélkül. Odát nem nyithatta a tüzet, a kerítésen kívülről azonban hatékonyabb fegyverek, téglák és súlyos kődarabok repültek a másik oldalra. Valaki felmászott egy háztetőre, ott bontotta a falat, egy kis törmeléket egyik, egy kis törmeléket másik oldalra dobva, hogy a többieknek legyen muníciójuk. Ház mögött, ahol felmásztak, hosszú fákkal szegélyezett földút vezetett végig a kerítés teljes hosszán. Tarik tudta, csak arra mehetnek tovább, ha nem akarják Rímával ők ketten kitenni kislányukat egy ilyen látvány hatásainak. És hogy mi lesz az után? Megint gyaloglás hosszú kilométereken át, ki tudja, melyik országban, mikor ér véget ez a rémálom. De itt semmiképpen sem maradhatnak a verekedés közepén. Tülekedés, egy félig lebontott ház, férfi megafonna, téglák zuhanása egyenesen Tarik és kis családja közvetlen közelében. Nem tehettek semmit. Az egymás hegyi hátán tolongók őket is a sűrűjébe nyomták. Amíg a keze lecsúszott anya szoknyájáról. Rima felé nyújtózott, de elnyelte a tömeg. Valaki Tarik arcába hajolt és szírül ordított valamit, de itt sem sikerült minden szót megértenie. Nehéz tégla tűnt fel hirtelen Tarik tenyerében. Az ordibáló szír a kezébe nyomta. Közben Amira és Rima újra megtalálták egymást, az apa kezében azonban ott maradt a tégla, mintha odaragasztották volna. A szír férfi most már érthetőbben üvöltött, azt parancsolta Tariknak, hogy dobja el egyenesen neki a kerítésén túli rendfenntartóknak. De ő nem akart ezt. Minél hamarabb el kellett menniük innen, bánta is ő, mi lesz a tülekedés végkimenetele. Összezáruló emberóceán. Tenyérnyi szabad, murvás talaj. Durva kezek, amik megragadják Tarikot. Kézből kieső tégla puffanása a kavicson. Tarik csak azt érezte, kiúcolják a tömegből be a lebontott házba. Félhomály és síri csend borult rájuk. Amira halkan szipogott. Akik idevonták őket, magas, világos kék egyenruhába öltözött férfiak voltak, átlagos európai arccal. Egyikük angol szavait tompa visszhangot verve csattant. Mit akartál téglával? Semmit, tették a kezembe. Hebette ugyanolyan helytelenül ezen a nyelven, mint a másik. Engedjenek, lányom van. Maga elég próbálta vonni Amirát, de az még inkább anyja mögé húzódott. Ez nem egyszerű, szólalt meg egy másik rendőr. Szír lenni? Igen, engedjenek. Nem menni, el akartam dobni a tégla. Nem akartam eldobni, ellenkezett Tarik, feleség és lánya a ház sarkában kuporgott, zokogástól remegve. Nem lényeges, mit mondasz? Te vagy szír, akkor terrorista vagy. Mi pedig megvédjük a hazánkat. Ártatlan vagyok. De a rendőrök, összesen négyen voltak, nem tágítottak. Előhúzták a gumibotjaikat, Tarik sarkon perdült és meginabodott Rima és Amira feje a sarokba, de elkésett. Gerincén fájdalom futott végig és összerogyott. A gumibotok sorozatosan csattantak elő bordáján, majd combján,
nyakát, egyikük még hasba is szúrta, de csak azt követően, hogy belerúgott. Erőszak. Félig lebontott menedéket kínáló ház. Rendőrök gumibottal menekültek rettegéssel. Ütések, csattanások talik egész testén, mindezt azért kaptam, mert valaki a kezébe nyomott egy téglát, és amiért Szíriából érkezett. Nem tudtam, melyiket tartja megalázónak. Hogy előbb kirekesztéssel, majd rasszizmussal viseltettek iránta, vagy hogy felesége és kislánya előttük ütik féltkoltra. Itt végzi hát a dicsőséges családapa, miközben jobb életet próbál teremteni egy gyereknek, aki jó eséllyel egy ilyen igazságtalan, intoleráns világban fog felnőni és megtörténni. Nem érdekelte a fájdalom, ami végig hullámzott rajta, csak a belső szomorúság égette őt. Tudta, egyszer majd úgyis véget ér a verés, de amit Réma és Amira látnak, az mindig is ott lesz ugyanúgy emlékeikben, mint rémálmaikban. Megsemmisülés, sötés, romos viskó, földön nyöszörgő, összegömbölyödött férfi, rendőrök visszhangot verő röhögése. Jól megjegyezni, mocsok, szólt a rende egyik büszke őre. A többi visszacsatolta a gumibotját és kioldalgott a házból. Ti nektek, a bőrötök és vallásatok, a jegyetek a pokolba. Azzal a nagyot és haposat kölkve ő is sarkon perdült, majd eltűnt. Talik fejében visszhangot vertek az utolsó szavak. A bőr és a vallás a jegy a pokolba. Hihetetlen, hogy egy olyan ember, mint a rendőr, ennyire szépen írja körül azt, mekkora rasszista valójában. Ha lett volna bármi kérdés vagy ok, miért történt ez Talikkal, az egyszerű szír háborús menekülte és családjával, akkor is borítékolható lett volna a válasz. Rasszizmus még a legegyszerűbb kérdést is leegyszerűsíti, és érték is a megkülönböztetésnek a kifejezési eszközeivel, mert megtehették, ennyire volt kapacitásuk. Végtakokba költöző új erő, hosszú, vége láthatatlan kerítés, egymás kezét láncként fogó család, a kerítésen túli embertömeg hagymázas kántálása. Talik belerúgott valamibe, lenézett. A tégla volt az, amit elejtett. Lehajolt, megérintette a téglát, közben mérlegelte a dolgokat. Megfoghatná és elhajíthatná. De akkor megtörténne a vég, és okot adna arra, hogy megbüntessék. Azon kívül, hogy véletlenül kezébe nyomtak egy téglát, és amiért szíriai háborús menekült. Volna mit vesztenie, feleségét és szép kislányát. De annyira jól esne a lelkének, ha csak azt az egy téglát eldobhatná, és fejbe találhatna vele a kerítést védőket, elvégre vesztenek a kirekesztők. Köszönöm. És Nagy Mátyás után kikövetkezik, kivállalja magára Noémi, Szonya. Magányos kisfiú énekel. Apu, mondd meg, hogy kell olyan nagy bátornak lenni, és sötétjén, gonoszok közt, négy kupica vodkával, meg két sörrel és puszta kézzel igazságot tenni. Anyu, mondd meg, hogyan lehet annyira szeretni, mint a férfi, aki mindig torkot szorongatja, ha a lakás üres, mert nélküled nem tud ő meglenni. Bátyám, mondd meg, miként lehet neked megfelelni. Bárhol vagyok, útban vagyok, tudom, hamarabb te voltál, majd holnap már igaziból próbálok nem lenni. Tanárnéni, kérem szépen nem kivételezni. Látjuk mindig, a Tomival pisilni is együtt járnak, szeme könnyes, olyan boldog, nem tudja leplezni. Te kisfiú, kérlek, hogy ne akarj így játszani. Biztos, hogy csak félreértés, mert nem szeretem a földet, akárhogy is kakaósnak akar az látszani. Te idegen, kedves bácsi, nem kell így kínálni. Tudom, nehéz magányosan, nincs kivel a csokit enni, de azért az anyumtól nem szeretnék megválni. De, anyu, tényleg, mondd meg, hogy kell annyira szeretni. Felrobbanva, káromkodva adod apa tudtára, és tiszta szóval szeretlek kell nem megy kifejezni. De, apu, tényleg, mondd meg, hogy kell óriásnak lenni, megküzdeni gonoszokkal, szellemekkel, alkohollal, s puszta kézzel a sok rosszat belőlem kiverni, hogy ne tudjak hülyeséget már többet kérdezni.
mai igazítása. Hallottam egy dalt. Azóta azt hallgatom óraszám. Most is e szent pillanatban a fülemben szól a szám, s nem fáj fejem tőle még. És tudom, hogy nem elegáns, de be kell vallanom, hogy ez most tökre irreleváns. Miért is bánom ezt, ha egyszer szólásszabadságban vagy mi? Miért kéne a céltalan kis szavaimat számon hagyni? Ez jogomban áll. Díszíthetné szövegem sok tartalom. De ha egy mód van rá, inkább díszítse a tartalom. Pláne, ha a program lévén nyílik is rá alkalom. Mit is mondjak, hát egyszer tényleg mindent mondhatok. Használjam ki, míg lehet, még ha rá nem is volna ok. Nem beszélni akarok csak. Valamit mondani is. Pláne, ha a hozzávaló jogom ilyen labilis. Törvényhozó pajtik, kicsit túl van, mint toltok. Szám is legyen bezárva, mint vasárnap a boltok. Akkor lesz az országban sok villa zéig, s romok ától. Aki véleményt nyilvánít, nem biztos, hogy provokátor. Kordon mögé szorítani mit mondhassak? Na hát, furcsa. A népakaratnak hazánkhoz csak ez már a lakás kulcsa. De egyelőre törvényünkben ennyi van csak, mondhatsz sokat, amíg annyi van benned, hogy nem sértesz védig másokat. Ahol tudat s vélemény van, és legbelül ver a szív, ott ez egész biztos Einstein szégyenítőn relatív. Ha szidom egy embertársa, mert csaló és garázda, az emberi méltóságát meg melyikünk alázza? S szavait szűk szinopszisát bármi szépre ereszted, nem számít, ha közben templomban vetsz horog keresztet. Mert szólni nem csak szóval lehet, szóval fogd vissza magad, jogosan érít korlát dörvény szerint szabadat. És akkor most tényleg saját elvem ellen beszélek? Ha van kitől példát venni, vannak ilyen veszélyek. Hogy merhessük szánk kinyitni értékesebb bármi másnál, de nem jó, ha sírgödröket szabadat megbánni ásnál. Veszélyes a fegyver, ugye? És van, aki fegyvertelen. De vert hadunk csonthalmaink túl sok már a vert elem. S felépülni mibe te ellen, ez is durva, évekbe, faszán így van, bassza meg a gecis kurva életbe, jaj, bocsánat a zavar, ez csak kicsúszott most jól esve, s ha nem tetszik át rajta, kérlek, taníts engem Móresre, mert nem tudja a törvény, hogy én ilyet mondjak akármikor, de mellőzöm szívesen, ha úgy hat rád, mint sakálsikolj. Azért elmém gondolatja előbb pár kört kóborol, mert van gyávaság és prűtség, s van ész is, meg jó modor. És megítélni nem tudom, hogy sértődésed jogos-e, de félelemből hallgatni nem szeretnék sohase. És ennél kevésbé csak ártatlant bántani akarok, de ezt figyelembe venni sajnos elég vakajog. Tudd, hogy minden szabad, magát személyedbe issza bele. Jogod van formálni rajta, ne így de hát vissza vele. Fontolj, s beszélj. Nem hatalom, legyél inkább tarkalánk. Csak így korrekt. És ha működne, már rég nem itt tartanánk. Köszönjük szépen, hogy most egy különleges egyveleget láthatnak az egybegyűltek itt. Ilyen irodalmi Laokon csoport lesz. Én most sem tudom elképzelni, hogy mi súly ki belőle. De a Gabi most már itt a előadások közben elkezdte összerakni, úgyhogy akkor egyesével a színpadra szólítom, Farkas Eszter. Veres Rebeka, Hányi Beni, Kárson Zsanert, Nagy Mártén és Fülver. Thank you.
Azért jöttem, hogy mondjak valami fontosat. Nézd a világ testén egyre sűrűsödő földöket. Semmi sem egynemű, én meg nem vagyok kétszínű. Megmondom a tutit feketén-fehéren. A bőrszín nem bűn, de nem is érdem. Ha nem megy elsőre nem ítélni, de itt élni próbáld újra. A macskánál is van 9 kezdés. Már rég nem divat a kirekesztés. A testem szivárvány paletta. Kijelző fény imára tartott kéz alatt. A remény megtört régi kazetta, hullámzó kéksége befogad. Sántorókaként ballagok épp lábakkal, kezemen vörös szallagok, pirincs alakkal kötnek le, s húznak vissza. Hova is? Ahol számból folyó szörpöt padló vissza. Mi ez itt? Egy ismétlődő mozzanat, mi megmarad. Egy bőr alatti sérülés, mi folyton felszakad. Hol két ellentét tükörként egyesül, ott van menedék. Testem elterül, egy időre megáll a kerék. Súlyaim cipőtlenül egy nagy kádban lebegnek velem. S ami fölé, mint a nád, csak kérdelem az eget. Tüskés, ideges berregés a kerek. Míg az elfeledett álom fűrészporát pislogom ki szememből, lefejtek egy fáradt vakolat darabot a falról. Mintha csak a vart kapartam volna le a bőrről, úgy lélegzett fel mellette a bús olvasó lámpa, lehelte magáról a finom port. Újabb nap, újabb menekvő lépések, pengő idegek és szorongó lélegzetek. A csatatéren kezemet fejem felé emelve iszkolok végig. Zsidó! Gondolom ez elég csúnya szó, hogy kifejezzem, mennyire fája, hogy a forró tál megégette a számszélét. Apa ma nincs itthon, dolgozik. Mondjuk nem értem, hogy az irodában miért talpik feketében, bakasztban és egy kitűzőben ment. A jel olyan volt, mint egy eltört kereszt. Vagy egy fekete, négylábú pók. Félek a pókoktól. Apáikban nem engedtek iskolába menni, pedig megismertük volna az új osztálytársunkat. Előleg azért kellett itthon maradnom, mert erről kell készülni Jom Kippur napjára, de nem értem, hogy ehhez miért kellek én. Érdekes. Na, mindegy, inkább újra akarom a babáim haját. Bújj el! Kiáltja. Összegömbölyödöm a gardrób sarkában. Csattanás. Anyát megütötték, anya kapott egy pofont. Sikítok. Hol lehet az a mocskos kis zsidó ivadék? Elnémulok. Hatalmas fehér kezek markolnak meg, kiemelnek. Egy fekete fókszerű kitűző van a pólójára tűzve, kopasz, fekete bakancsa van és egy láng az oldalán. Ledob a földre. Anya sikít, egy bácsi, mintha löptös nyílt a combjai között. Sír. Anya sír. Te zsidó kurva. Fémes villanás. Egy fegyver. Befogom a fülem. A földön ott gurul a sárga kabáton gombja. Sötétség. Vasárnap reggel 8 óra volt. Felhőtlen ég, állom levegő. Gyorsan történt, talán 10 perc sem kellett neki. Úgy emlékszem, azzal az ürüggyel vitt le az aluljáróba, hogy a napon túl meleg van. Akkor aztán az ő kezei és bilincsé változtak, türelmetlenül neki taszított a falnak és tönkretett. Azóta egy férfiban se bízom meg. Ott hagyott a föld. A fehér virágok a ruhám alján vörösre festültek. A gyűlölet szintává rágott, mint a szó. De volt valami, ami szúrós füstként megkötött a csont velünkben. És ez a szégyen. Hazaérve kimostam a ruhámat, és nem szóltam senkinek. Nem volt semmiféle megtisztulás, sem segítség, sem célok. Egy illúzió volt az egész, pont az olyanoknak, mint én. Előző életemben talán egy tolvonással felszámoltam volna az összes ilyen feltűt. De manapság már nem voltam semmi más, csak egy a sokkal régen. Büdös és lecsúszott emberek között. Egy naív senki, akiket a vörös ruháshoz hasonló szélmasok kizsákmányoltnak hamis ígéretekkel. Soha többé nem nyerhettem már vissza a régi életem. Nem voltam már más, csak egy megszégyenített csonk.
Itt vártam és várok napokig, hetekig, hónapokig, nem tudtam. De annyi biztos, hogy soha nem felejtem el, hogy egy csaló istenség megszégyenített. Csak álltam. Egyre csak álltam a naplemente aranygyűrűi által egyszerre folytva és felszabadítva. Céklalében domhású trótú felhők sugyorokra körülöttem. A nap, akár egy sárkány tojás, tüzesen, ám bágyatlan süppett a komoly panelházak tenyerébe. Álltam, és kívántam, élénken és vakmerően. Félve, miben ki tudja, a gondolataik harcigráját is megneszelheti valaki. Vakmerően, mert a forradalmat győzelmét kívántam. Ott és akkor az ég vizén borzolódó felhő óvó könnyedsége, a török méz alkonya édességében és naivságában újjá születtem. Köszönjük szépen! Következő napirendi pontunk a mentori különdíjak bejelentése és átadása lesz. Ehhez szükségünk lesz mentorokra. Hát Zsuzsán, légy szíves, ha magadat mentornak érzed, akkor mindenképpen. Igen, mert rájöttem, hogy nem tudnak úgy jól méltatni, hogyha te magad nem dobod be magad, és nem magyarázok el itt mindenkinek, hogy mit működik ez a szöveg annyira. Úgyhogy megteszed, Zsófi, hogy... Persze. Azt kérem, hogy... Tehát Liszkó Zsófia következik az én mentori különdíjazottan. Rassz és leértelmező kéziszótár, 24. oldal. Romák, büdös cigányok. Én fehér vagyok, magasabb rendű vagyok, szép is vagyok, igazságos vagyok. A pénzemért keményen megdolgozó vagyok. Szóval én már csak idegeszedek felettetek. Mindenki csupán fél tőletek. Amúgy is ti csak loptok és mindig csaltok. Ti nem vagytok jók semmire. Ja, talán a körforgókban lévő virágok műveléseire. De még azt sem csináljátok rendesen, mert két falat kaja közt egy-egy feles csúszik le hevesen. És igenis a sztereotípiák mindig azok. Hát a múltkor is mesélte a Pisti bácsinak, a kocsmáros, akinek a barátjának, a feleségének valami régi haverja, hogy valakit megkéseltek a blahán, és mintha azt mondták volna neki, hogy egy cigány volt. Koszosnak lenni is bűn. Az meg pláne, hogy a kínaiból vásárolt ruháitokból csak úgy árad a bűz. A hangszóróból üvölt a nézését meg a járását, de ha jól figyelnének, hallhatnák a közelükben lévő táskák zárását, és a halk kerüljön el, csak kerüljön el kántálást. De inkább csak a szívetek hagynám már abba a kalapálását. Az asszonyokon és gyerekeken csak úgy csaptan a kezetek. Így a börtönök és szívünk rettegése miattatok van tele. Cigány bűnözés volt és van. Vajon lesz-e? Nagyon köszönöm, Zsófi, és nagyon gratulálok. Csak három mondatot szeretnék még hozzátenni, mert szerintem a szöveged az magáért beszél, és hogy még jobban értsétek, hogy számomra az egyik legnagyobb meglepetés az volt, hogy a Zsófinak hanyadik volt ez a próbálkozás neked? Szlembe vagy összességében? Összességében. Második. Ez volt a második szöveg, amit kiírt magam, és meddig írtad ezt a szöveget? Egy este írtam. És ugye megkaptam a mentori kritikát, és utána még alakítottam rajta. Én írtam hozzá kritikát? Isten, nem emlékszem. Azért nem emlékszem, mert nekem ez a szöveg úgy, ahogy van, ilyen eszenciális. Tehát azt gondolom, hogy egy ennyire kényes és idegtépő és tabu témához ezzel a bátorsággal, pimassággal és fontossággal élesen szólni, láttatni, ahhoz nagyon nagy bátorság, cinizmus, pimasság
kell, amit nem is értem, hogy ennyi évesen ezt hogy lehet, tehát hogy majd beszélni szeretnék a szüleidre. Mindegy, tehát hogy szerintem ez az egyik, én nagyon elégedett lennék magammal, ha ilyet mernék írni, mert hogy szerintem ez az egyik legnehezebb egy ilyet így odarakni. Én nem is tudok többet mondani, én nagyon gratulálok, és nagyon szépen köszönöm, hogy meg is kritizálhattam, amit nem értem. Jóska, Keresztesi József. Csak előbb itt láttak, aztán már nem láttak, aztán azt sem tudtam, hol vagyok. Jó, Keresztesi vagyok, biztos. Én a mentori különbözőt Bánki Benjaminnak adtam. Hát amiatt a magas színvonalú és kitartó építkezés miatt, amit művel, nem csak fordulóra, hanem más fórumokon is. Azt mondta Nagy Gabika, hogy valami személyes ajándékot hozzak neked, ez pont úgy néz ki, mint hogy a kutya szájából húztam volna ki, te pedig személyes, a saját példányom, a saját szövegemnek, amit dedikáltam és illusztrációkkal láttam el, hogy ne legyen több ilyen belőle. Amit a jelszad előtécsen, igen, a szerelmem ma jobb úgy szívő dráma. Ám a szövege, gratulálok! És átadom a mikrofont. Szóval a kenyér és a bőr színe fehér. Fel a kezed, akinek kell ez a felekezet. Azért jöttem, hogy mondjak valami fontosat. Nézd a világ testén egyre sűrűsödő foltokat. Semmi sem egynemű, én meg nem vagyok kétszínű. Megmondom a tutit, feketén fehérem, a bőrszín nem bűn, de nem is érdem. A nem megy elsőre nem ítélni, de itt élni próbáld újra. A macskánál is van 9 kezdés, már rég nem divat a kirekesztés. Fogd be, adj és befogadj, tanulj meg kicsit tolerálni, az örök hátramenetelből kihátrálni. Ó, ió-ció, náció, azt mondod a náció, meg a diszkrimináció? Akkor intsük le az összes kötözködőt, meg a más országokba költözködőt, és építsük együtt a közös jövőt. Bármi van, a magyar lázad, erre nincsen magyarázat. A rassz nem rossz, de ha azt mondod, vannak felsőbbrendű fajok, én egyet értek, hogy nem értek egyet veled, és zúgulódva fájok. Persze, néha túl sok az ámítás, meg kis ködösítés, mert nem is olyan jelentős a kiközösítés. Könnyű a más hibáját keresve a metszetet meg se találni, mint a más színű embereket elszeparálni. Ahol a származás nem a tettekről történő számadás számít, meg nem a tudás, ott nélkülözhetetlen a megalkubás. Örökletes gond maradna, ha az ötletes propaganda minden szót a szánkba adna. Mert házunk a hazánk, s ha bár rossz irányba húzunk, jönnek még lakni hozzánk. A világ egy hatalmas madáranya, s szárnyalatta sok kis fióka és a fehér 50 árnyalata. Ne bántsátok a fekete rigót, mert ha bár nem olyan ritka, mint a fehér holló, kisebbségben él. Fogadjuk el egymást, de először magunkat, és akkor bocsánat a közhelyekkel dobálózó kilengésemért. Egyelőre legyünk mind egyenlőek, s ha elindulunk, úgyis egy előre, egy hátra, de hát, ha megleljük a kereszteződést, és kitöltjük az egymás szívén keletkező rést. Mert ha bár a kenyér színe fehér, egy rossz cipó mindennel felér. Egy cipóban járunk, ez nem vitás, lehet a kenyér is bundás, kovászos vagy kelt, magos és szeletelt, a kifli görbe a zsemletelt. A pita nem pita, de miért is legyen más, hisz minden pékárú más miatt legendás. Van pékem hozzá kimondani, azt igazolja jelenlétetek és jelenlétem, hogy mind egyek vagyunk, egy azon kemencében. Az egy cipóban járunk, ezt azért még mindig nem tudom megbocsájtani neked. Bánkiben után Grecsó Krisztián a színpadon. Sziasztok! Grecsó Krisztián még mindig beteg. Három nevet, ő nem a mentori különdíjat, ő három lánynak adja. Ők pedig Farkas Eszter, Szent Iszonyi és Vulgara Zoé. A
nálam, de szerintem meg fogjátok tudni. Hát gondolom, igen. Úgyhogy gratulálunk nektek, és köszönöm is. Ha már itt vagyok, akkor szeretném elmondani, hogy a három régió mellett volt egy egyéb régió kategóriánk is. Ott, akik értelemszerűen, akik nem a régióban van az iskolájuk, onnan küldhettek be a kutatást. És ott két nevet szeretnénk kiemelni. Az egyik Konkoly Vivien, aki... a legjobb háromba, és adtunk egy külön díjat is, pedig Rákóczi Zoli, gyertek ki, légy szíves. Mindjárt átadom a díjat, azt légy szíves, még mondjátok el, igen, föl is olvastok, hogy honnan jöttetek, melyik iskolából. Sziasztok! Én Debrecen Pallagon tanulok, egyébként a városhoz közel lakom, és a történelem tanáromnak köszönhetem egyébként, hogy most itt állhatok, mert ő küldte át a linket, és eleinte nem is szerettem volna úgy csinálni, mert nem voltam maga biztos, úgyhogy tényleg miatt állok itt, úgyhogy nincs itt, de köszönöm neki. Én Pestről jöttem, a László Gyula gimnáziumból, és én a Szlempeltri Budapest oldalán találtam ezt. Szuper, köszönöm! Én a rasszizmus témakörben írt novellámból hoztam egy részletet, és azt a címet kapta, hogy valami mindig ugyanaz. Emlékszem arra a napra, amikor anya úgy döntött, hogy ott hagyja abba a családját, és visszaköltözik Magyarországra. Kézen fogott, és már úton is voltunk a jobb élet felé, ahogyan azt akkor mondta. Nem hittem neki. Hogy lehet jobb az élet az, ahol nincs ott apa? 10 voltam. Édesanyám magyar, apukám japán. Anyukám szőke hajával, kék szemeivel, ott állt az új iskolám igazgatója előtt, a kövérnő pedig szélesen mosolygott. Húsos puha ujjaival végig simította az arcomat. A magyar általános iskola egy kemény közösségnek bizonyult, a fekete hajú, húzott szemű kisfiúnak, aki voltam. Olyan csuk nevekkel illettek, amit sokszor meg sem értettem, mivel csak törtem a magyar nyelvet. Nem éreztem, hogy jobb lenne az életünk, ahogyan azt anya megígérte nekem. 10 év telt el azóta, és most először fortyogat ugyanaz az érzés, mint akkor. Változott a világ, felnőttek között éltem, én magam is felnőttem. Most pedig egy kopott kanapén ülök, egy penészes falu nappaliban. A dohosszak folytogatott. Kék feszült szem vár velem szemben. Egyetlen ismerős dolog van mellettem. Egy illat, a barátnőm illata. Ideges, ízed a tenyér az enyében, látom az arcán, a szemében. Nem tudom megmondani, hogy ki az idegesebb, ő, én, vagy a szülei. Az apja arcán ráncok futottak össze, amikor kinyílt az ajtó, és ott talált a küszöbön, hogyan éppen megcsókolom a lánya homlokát. Az édesanyja csak növésű asszonyka volt, jól szituált üzletasszony benyomását keltette első ránézésre, de mégis volt benne valami melegség, amit a Japánban töltött évekre visszagondolva éreztem. Nyelt egy nagyot, és megkért, hogy fáradjunk be, miután a férfi szigorú tekintettel kezet nyújtott nekem. Krisztina megkönnyebbülve eresztette ki a levegőt. Én viszont nem éreztem megkönnyebbülést, bemenni a házba, beszélgetni velük, miközben a vak is láthatta, hogy úgy méregettek, mint egy darab húst. Ugyanaz az érzés fogott el, mint a tanteremben. 10 éve, féltem, beszélgetni, az túlzás. Ültünk egymással szemben, és forgattuk a szemünket. Még azt sem mertem, nehogy azt higgyék, hogy méregetem a szobát.
Egyszer csak felnyikorgott a kanapé, és megszólalt az asszony. Krisztina, kérlek segíts sütit és kólát hozni. Krisztina azonnal felém kapta a tekintetét, majd az anyjára nézett, aki már fel is állt és elindult. Elengedtem a kezét, és próbáltam jelezni neki, hogy menjen nyugodtan. Elmosolyodott, és követte az anyját. Mi pedig kettesben maradtunk az öreggel, a körén burkolózó néma csöndben. Ha fiatalabb lennék, biztos sírva szaladnék elettől az arctól. Szigorú, nem is néz, hanem bámul. Egyszer valami csattanásra kaptam fel a fejem. Normális vagy? Hallottam az asszony halk remegő hangját. Talán sírt, ebben nem vagyok biztos. Mi bajod van? Mondtam, hogy csak félig magyar. Suttogta Krisztina, bár ennek ellenére is hallottuk. Egymásra néztünk az apjával, egyikünk sem tudta, hogy menjünk-e be, vagy tegyünk úgy, mintha nem hallanánk semmit. Kínos helyzet volt. Takaríts ki ezt a fattyút a házunkból! Már nem folytott el a hangját az asszony, kiabált. Ezen nem feloldott az alól, hogy úgy tegyek, mint aki nem hall semmit. Egy esélyt adj nekünk, könyörült Krisztina. Ebben a pillanatban, mint haddig parázson ültem volna, felpattantam és átrontottam a konyhába. Az idős férfi azonnal mögöttem. Takarodj te is, ha mellé állsz, üvöltött a nő, amikor beléptünk. Teljesen kikelt magából. Annak a melegségnek, amit először éreztem, nyoma sem volt. A keze és a szeme is remegett. Nőt ilyen állapotban még soha nem láttam. Szorosan mögöttem volt az öreg. A nő lassan felé fordította a fejét, és a torkára volt a szó, akkor meglátott minket. Fehér lett és ledelme. Viasz bábúvá vált egy pillanat leforgása alatt. Szóba jöhet, ha eltűnik valami. Aztán kaméleonok lepik el az utcát. Ha közelebb kerülnek, hozzánk igazodnak. A barda valakinél bikavörös, másnál egymáshoz olvadnak, környezetük a levegő. A színtelen nem fehér. Csak ismételni tudott. Aztán valami nehezet ejtettél el. Hangjától berepett az ablak, ami üzenetektől villog. Így morzéztünk. Később már tisztán hallottam magam. Végre próbáltam rád figyelni. Csak az új ablakból láttalak. Csak este nézek ki.
keresem, melyik csillag fénylik úgy, hogy valahol messze már szétfugadt. Köszönöm. Egyik, hanem a másik sztár fellépője, Simon Márton következik. Szép estét kívánok mindenkinek! Én azt a feladatot kaptam, hogy hozzak verset, és hoztam verset, ami azért jó, mert most néztem az új szövegeket, amiket írtam, és ezek tényleg versek, és nem ilyen szlemek. És volt kettő a halálról, meg egy a szexről, elhoztam a két halálosat, és szerintem... Nem, a halálosokat, a szexest hál' Istennek otthon hagyta. Hát illetve a dolog iróniája az, hogy életemben először írtam egy Karácsony című verset, ami valószínűleg az egy legnyomasztóbb szöveg, amit valaha előállítottam. Tehát ugye ez önmagában elég jó. Ugye amikor tartottuk ezt a tábort Szepeszten, akkor beszéltük róla, azzal kezdtük konkrétan a versműben. Vagy felmésem, bocsánat. Igen. Hogy nem elég megírni a problémát, hanem azt valamilyen módon át kell lényegíteni. Hát én most ezzel harcolok. Igen, Karácsony. Késve indultam el, az utcán alig jártak. Még beugrottam valami ajándékért, lassan sötétedett, másnapja volt. Péntek vagy szombat, meg elhúzódó masszív fagyok. Aztán az aluljáró, a jegyautomata leragasztva, kicsiből arrébb a pénztár előtt egy férfi. Csak feküdt a földön. Öten térdelték körbe, csöndben, próbálták újraéleszteni. Kitakart mellkas, kitérdelt nadrág, oxigénmaszk. Valaki felkiáltott, hogy a jegyautomata működik. A csövesek másról beszéltek. Az egész aluljáró üres volt. Csak a két ellenőr még, meg a mozgó lépcső, úgy két lépésre onnan. 12, 26, 13, 54. Futva mentem le végig, a peronon talán hárman, ketten ölelkeztek, egy meghallgatott. Az utolsó kocsiba szálltam, nem néztem körül se. Úgy ültem, hogy a matricáktól ne is látszódjon az arcom, az ajtó 10 percen arrébb, csak eléggé lassan nyílt ki. Egy család állta el az utat. De a lépcsőn megint csak a húzat jött szembe, fenn egy őszes részeg bácsi áldogált, próbált nem arcra esni. Egy másik város térképeit lobogtatták, reményvesztett ázsiai turisták. Nézte őket a zöld fal, mint egy föld alatti erdő, meg a nemrég felgyújtott, olvadtan fekvő sárga kuka. Aztán a bejárat előtt két cigi rögtön, közben nem volt mire gondolni, a túloldal sem látszott, valaki tüzet kért, nekiadtam, a bezárt stadion fázott, a busz egy olcsó volt, mint vártam. Útravalom sem volt, csak az utolsó rágon valami nyári ízzel, jobbra egy 20 év körül lány aludt, balra egy kilátástalan város, csoszogott a rossz irányba. És a busz elindult. Én pedig arra gondoltam, hogy csak 5 óra és jövök is haza. Ha egyáltalán egy kicsit is haza ez. De jönni fogok. Jönni jó lesz, nem fontos, nem érdekes, nem reményteli, csak jó. Késésen, vacsorán, társas játékon, születésen és halálon túl. Útravalónak szaloncukorpapír, meg egy 20 éves halotti bizonyítvány. És addig már csak egyszer kell átmenjünk a hídon a semmi fölött, a ködbe, ahol se lent, se fenn, se város, se más. Ahonnan egy percig annyira nem látni semmit, hogy attól már mi nem vagyunk. Köszönöm szépen.
akik ide föl vannak írva, nekem őket nem látom egyáltalán. Fölmentek cigizni és összeolvassák a szöveget, mondtam, hogy siessenek. A Vera megint bejelent valamit. Most nem esik még szét teljesen a műsor, csak valaki szóljon a sztároknak, hogy jöjjenek le. Igen, mert itt közben volt egy kis csere a forgatókönyvben, de valójában van egy országos győztes is, ő pedig az a személy, akinek a legtöbb pontja volt az összes alkotó között, és ő pedig Szenni Szondja. Titulus mellé könyvcsomag is jár az országos győztes mellé, úgyhogy gratulálunk. Szeretném a gratulálunk. Visszajöttök a takarásból a sztárok, fantasztikus, köszönjük szépen nektek, vegyétek le gyorsan a kabátotokat, ne kapkodjatok olyan gyorsan. Semmi baj, addig áll a műsor. Egyébként kezdjük akkor a lányokkal. Veres Rebeka és Vas Karina. Igen, elegem van a srácokból. A női principiumot toljuk előre. Itt vagytok, rendesek vagyok, felkészültetek. Sátorfám és világnak mentem. Homályos sejtések munkálódtak bennem, hogyha elindulok, találok valamit. Találok. Hanem a sejtés nem mondta, mit. Még azt sem mondta, hogy mely táj felé menjek, csak azt mondta, menjek, menjek, ne pihenjek. Neked mindegy? Nekem nem mindegy, hogy 365 napból csak 129 a néhező. De nem baj, mert itt nálunk 3 év múlva a gyerekek már többet tehetnek. Nekem nem mindegy, mert tudom, hogy lehet szabad. De önmagad kalitkájában egy úcska ragrim, azt szabad. Nekem nem mindegy, mert árkot látok ott is, ahol frissen öntött betonban. Ha egy hajléktalannak nincs meg a napi adagja, szerinted a túladagolás majd megvigasztalja? Bicebóce táncol, billeg a néni. Mondd, te kipattannál a kocsitból, ha látnád félrelépni? Ekkor azt a szót kutattam, mely neked sem mindegy. Nekem nem mindegy, hogy félelemmel átitatva állsz, nem szólsz, nem vársz. Most ugyanannyi autó közlekedik, mint általában. Mégis, mintha üresebb lenne az utca, így egyedül. Nekem nem mindegy, hogy évek óta távkapcsolatban élek önmagammal. És még az is viszonzatlan. Nekem nem mindegy, hogyha itt most a színész bobálna, akkor már rohadtul tapsolnátok. És kicsit... És kicsit sem zavar, hogy mi tapsolnánk a leghangosabban. Nekem nem mindegy, ha nem bírsz tükörben nézni, nem mindegy, ha félsz. Nekem nem mindegy, tényleg nem mindegy, hogy merre mész. Neked mi nem mindegy? Neked miért nem mindegy? Mit kéne tenni, hogy kiállj? Hogy ne csak félszavakat dobálj! Nekem nem mindegy! Mert bármit teszel, 3 perc az túl kevés. Nekem nem mindegy, hogy vernek testileg, bántalmaznak lelkileg, vagy csak állatként tartanak. Érted? Úgy emberileg. Nekem nem mindegy, mert 3 perc alatt rengetegszer kimondhatom, hogy segítség. Itt a segítség. Most vegyél egy mély levegőt. Ez egy mély levegőnyi szünet. Köszönöm.
Köszönjük szépen! Titkaidat kiteregette egy indokolatlan betolakodó. Kipkoplopsz otthon vagy átlagnál, gyorsabban, maszkodban, settenkedsz, magadban kerested mindenség titkait, hogy előrébb jusson az emberiség. De nézd, mire mentél, végleg belekeveredtél, most még kevesebbet tudsz. Azt hitted, egyben van egyetlen, egy párban elhervad, lehullhat, szabad ég alatt el, elmúlhat, szárnyalhat, fordított kereszthúzatban. De lesz itt még szabad Európa, csak nem vagy elég fanatikus! Önkényesen irányító országháza ma elég. Futótűznek fuss utána, pernyember öregszik, hamujának rongyaival takarózó tömegcikk. Mi a fasznak szedegeted össze magad, hogyha úgy iszan a széljeles elképszakadás? Mi a fasznak építed újra fel, ha mindig darabokra bontod egy jó verssel? Mi a fasznak tekered meg folyton magadat, hogyha úgy iszan a széljeles elképszakadás? Talán ez az egész értelme, hogy folyton elhiteted magadal, hogy ez lesz az. Aztán véget ír a varázs. Színpadi pompa hullik a porba, ha recsen a deszka a talpam alatt. Mert nem halad. Szó előre nem visz. Csak lehúz. Nem tartozunk sehova, egymásnak számadással. Hova tartozás, rablánc? Mivel rátszal, megfelelési kényszerzupony, hogy vergődj félelmeid tökéletes esterézelt legsötétebb sarkaiban. A szenilis féreszű félelme láz álma. Lángoktól lobogjon a tavasz! Szülessen újjá a halál! Lassan kapjon lángra és szenvedjen a nedvektől duzzadó fa! Megértünk már mind a halálra abban a szent minutumban, mikor a szívünk először dobban. Intellektuel értelmiség, jól alakítod az elnyomottat. Ha a gyengér kéne kiállnod, menne anélkül, hogy leereszkedj arra a szintre. Bazd meg a szánalmadat! Bazd meg a sajnálatot! Mutass példát, mutass fakot, ne a szavak emberre légy a tettek mezején! Mégis mire vársz? Cigánygyerekek potyogjanak az égből? Arra aztán várhatsz. A Kristóf őket is megtanította repülni. Saját magadba folytat hazugság, az indulat. Tolba mondott kényszerűség, szó. Gazdáját keresnék, de hát mindenki megfelel a követelményeknek. Értek a szóból, félek a tettől, lomtalanítok a homlok lebenyemben, koppan a százas szög hidegen. Lumbák úra, lobotómia, száncsengő, hittem a rugiban, de átbasztál, most megtorolom. Ezek az elfolytásaid. Akarsz róla beszélni? A kurva anyádat! Nem veszi, majd mi ráadjuk. Nem erőltetjük, kényelmes lesz, és még meg is köszönöd. Komótos korkap, kopott kezet. Felemelő fejbólintás, fej hamis hetes, most nincs ütőkártya. Szónoki szép szab határt, de szebb határt, karokkal vársz kukásunkra. Megfelelési kényszer az egy van, beletörődhetnél, ha megvan az angyali fattyú, ha elkap lesben, várja, hogy ismét a tegnap lelkedben hamiska kélak legyen, bársony paplanban vérszak, de idén nincs se kép, se hang, mostanában állunk a hét, a hat vérre láztatott csapszék mellett, sör, ha van, ha harszalad, kikap mesét a vak, lát, ha kell, de vak, ha szab, és ad, ha nem, és általában nem. Gyere, szedd össze gönceid, mert el sem kell képzelnem már, hogy mesztelen vagy. Gyere, szedd össze gönceid. Mert más nem ismerete nem mentesít a társadalmi felelősségvállalást. A stílusod pedig nem mentesít a mi öltözködési tanácsaink alól. Mert mi rádadjuk! Szemgödörből bújik elő a két kis virgonc, egy koponyából bújik elő a mi haszna. Én, te, ő, mi, ti, ők. És Han Solo nem mert, ő meghalt.